Kedves kollégák, köszöntök mindenkit. Úgy látszik, hogy egymás között vagyunk, de hát ez ilyen fraknói műhely előadás, ez nem csak a jelennek szól, hanem még inkább a jövőnek, sőt az örökké valóságnak. Olyan eredmények hangzanak majd el. Hát illetve, ugye Robinak köszönhetően ki pár hónapja, mint műszaki főintendáns is működik közre a kutatócsoport életébe. Tehát van itt már minden. Igazgató, aligazgató, tudományos titkár, honlap főszerkesztő, kutatócsoportvezető, társkutatócsoportvezető, talán Krupp-Atominak és Gábornak hiányzik még valami titulus, de majd idővel kitalálunk. Ugye, tudományos titkár mellett vikárius orbis is, ugye, personálunióban. Na, de hát ugye kutatócsoport struktúrája nyilván fontos, de hát nem ezért jöttünk össze, hanem ennél sokkal fontosabb dolog, ami és ügy, és cél, és alkalom, ami minket ezen a napon összehozott, hiszen hányadika van ma? Február 27-e. Február 27-e. Mindnyáján tudjuk, hogy ez Fraknói Vilmosnak a születésnapja, 1843-ban született, és egy röpke fejszámolás, bár ugye nyilván azért vagyok történész, mert matekból annyira nem voltam jó, de ugye ma lenne talán 181 éves Fraknói Vilmos, és ami még fontosabb, hogy 100 évvel ezelőtt, 1924-ben hunyt el, és most ettől a pillanattól kezdve a Fraknói Kutatócsoport meghirdeti a Fraknói emlékévet, Fraknói centenáriumot, és ennek a megemlékező évek óta előkészített tudományos esemény sorozatnak ez lesz az első alkalom, ez a műhelyszeminárium, hogy milyen események jönnek még. Nagyon röviden a következő műhely előadás és műhely szeminárium is, Viktoré, illetve az én Collegium Germanicum kötettem, ugye Fraknói Szántó életrajzában írta meg a kollégium alapítását, Római Német-Magyar Kollégium alapítását. Csatlakozni fog ehhez az emlékév sorozathoz, és már is május 2-án, 4-én a nagy váradi konferencia, a nagy nagyváradi konferencia, hiszen megpróbáljuk ugye újra értelmezni akár a vatikáni kutatások összefüggésében, akár a csapatépítésének az összefüggésében, akár pedig a magyar történetírásban elfoglalt helyének az értékelése szempontjából Fraknói életművét, Nagyváradi Egyházmegyével és a Moravski Gyula Intézettel közösen, és ugye ezt június 6-án az Istituto Nazionale di Studi Romani patinás, egykori Ciszter kolostor volt egyébként középkori alapokon, Aventinus Belli székhelyén egy nemzetközi konferencia keretében tesszük. Ősszel lesz a Germanicum kötetnek október közepén egy római kis bemutatója, és november 20-án magának a Fraknói elhunytának a 100. évfordulóján pedig a központi szeminárium dísztermében tartunk egy emlékülést, ahol igyekszünk mindenkit meghívni, minden olyan intézményt, amelynek Fraknói valamilyen szempontból vezetője, tagja, létrehozója vagy motorja volt, és már ezen az alkalmon szeretnénk bemutatni a nagyváradi konferencia tanulmány kötetét. Miért a központi szemináriumon? Egyrészt, mert ugye katolikus egyetemhez tartozik, ami nekünk is, ugye a Pécsi Egyetem mellett a kutatóhelyünk, egyfelől másfelől pedig Fraknói, több mint fél évtizeden keresztül a szeminárium lakója és növendéke volt. Át is adom Balázsnak a szót, igen, és kérem, hogy tartsa meg előadását. Fraknói centenárium nyitó előadása, és melynek címe Adalékok Fraknói Vilmos életrajzához. Ez nem kutatócsoporti megbízásból készült ez a kutatás és előadás, hanem Balázs, mint a kutatócsoport külső segéd, munkatársa, és lassan most már munkatársa, ugye, remélhetőleg, saját úri jókedvéből mutatta ki ezt a kutatást. Adja most előlegük. Balázs, parancsolják. Köszönöm szépen. Az évforduló kapcsán, a 100 éves évforduló kapcsán gondoltam arra, hogy nézzük meg pár olyan életrajzi adalékot, amikről kevés szó esik. Ennek kapcsán azért érdemes fölhívni a figyelmet arra, hogy maga Fraknói Vilmosnak az életpályájának a vizsgálata is egy jó téma, hiszen a dualizmus kori egyházi középrétegnek
a vizsgálatához is egy nagyon jó esettanulmány, hiszen nagyon érdekes egyházi pályát futott ő be, és a püspökök alatti szinten egy nagyon értékes egyházi pályafutás az, ami az ővé volt. Egyfajta társadalmi mobilitást is lehet az ő életpályáján figyelni. Ebben az időszakban különleges egyházi személyek voltak, például most mutatták be Raj Péternek, a világutazó püspöknek ugye a kötetét, aki mindenféle távol-keleti helyeket járt be, és a kelet-ázsiai gyűjtemény az gyakorlatilag az ő gyűjtéséből származik. Hát emellett egy másik hihetetlen figura volt Fraknói Vilmos, aki ugye megalapozta a vatikáni kutatásokat. Erről a tevékenységre és a történészi tevékenységre elég sokat tudunk, azonban az egyházi pályájáról kevesebben. Most itt a halálának az évfordulóján kapcsán, ami 1920. november 20-án történt, ennek kapcsán egy-két adalékot ütöttem össze, különösen a születésével kapcsolatosan. Még mielőtt ebbe belemennék, röviden azért ismertetném röviden az életutat. 1843. február 27-én Ürményben nyitva a Vármegyében született, ami akkor is az esztergomi egyházmegyének a területéhez tartozott. 1945-ben keresztelték meg, tehát hiába keressük az ürvényi katolikus anyakönyvben 1843-ban az ő keresztelési adatát, ezt csak 1845-ben találjuk meg, ezt majd ismertetni fogom részletesebben. 1864-ben bölcsész doktori diplomát szerzett, majd a Nagyszombati Gimnázium tanára volt. 1865. július 23-án szentelték pappá, és ezt követően az esztergomi papnevelőnek a tanára lett. 1870-től az MTA, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, majd rendes tagja, 1879-től főtitkára, 1875-től 79-ig a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárőre, és 1878-ban, mindössze 35 éves korában elnyeri a nagyváradi kanonoki stallumot. Itt ezt tudni kell, hogy 1807-től 6 irodalmi stallumot állítottak föl Nagyváradon olyan tudós papoknak a támogatására, akik jelentős tudományos tevékenységet végeztek, köszönhetően annak, hogy a nagyváradi káptalan hatalmas birtokokkal bírt, és ebből ilyen javadalmakat tudtak fölállítani. Tehát 1878-ban nyeri el a nagyváradi kanonokságot. 1889-ből Árbei címzetes püspök lett, és 1897-ben, ahogy ezt Eckhard Ferenc megírta, fölmerült a neve a pécsi püspökségre. Azonban ekkor a nuncius elutasította az ő személyét a kormányzat jelöltjei közül, és végül Hetyei Sámuel prímási irodaigazgatót nevezték ki pécsi püspöknek. Ez egy érdekesség. Ugyanebben az évben, 1897-ben talán kárpótlásként nevezték ki a múzeumok és könyvtárok országos főfelügyelőjévé, amit 1915-ig betöltötte ezt a pozíciót. 1900-tól Szentjobbi javadalmas apát, ami az esztergomi érsekséghez tartozó exempt apátság és javadalom volt. Ezt követően 1903 a Kisfaludi Társaság, 1916-tól pedig a Szent István Akadémiának a tagja, és ugye, amit jobban ismerünk, 1881-ben a vatikáni levéltár megnyitása után hozzálátott a vatikáni kutatások megszervezésének, és két villát is vásárolt, egyet az 1890-es években, a másikat 1902-ben, majd ezeket 1906-ban az MTA-nak felajánlotta, és 1924-ben pedig az általános örökösévé a Szent István Akadémiát tette. Röviden ennyit az életútról, és akkor most rátérnék a születésére, illetve a keresztelésére. Itt mutatnám róla a képet. 1843. február 27-én Ürményben, hát feltételezhető, mert csak az 1845-ös keresztelési anyagkönyvből következhetik ezt ki, hogy Ürményben születhetett. Apja Frank Sándor uradalmi orvos, anyja Gerszlő Frank Johanna. És itt mutatom az ürményi plébániának az 1845-ös keresztelték anyakönyvét,
is, hogyha nem látnánk, mert elég apróval van szerte, itt lehet látni, hogy szeptember 12-én, Szent Mihály halálának 12. napján Márk József, ezt máshonnan lehetett kideríteni, az Ürményi plébános keresztelt meg három gyermeket, Frank Karolinát, aki 1841. június 22-én született, és ott oda van írva, hogy Héber, lehet látni, és az édesanyja az Gerszl Juliannánál is az szerepel, hogy Héber, az édesapánál, Frank Sándornál pedig az, hogy római katolikus, ez olvasható az Ürményi keresztelték anyakönyvében. Frank Karolina a Mária nevet kapta a keresztségben. A második gyermek, akit megkereszteltek, az Frank Vilmos volt, akinek a születési dátuma ugye itt szerepel, 1843. február 27-e, itt is azt lehet olvasni, hogy Éber, és a keresztségben a János nevet kapta. A harmadik gyermek, akit ekkor megkeresztelnek, Terézia, Frank Terézia, aki 1844. április 3-án született, és a keresztségben a Franciska nevet kapta. Érdemes a keresztelési bejegyzésben megnézni a keresztszülőknek a neveit. Gróf Hunyadi János Urfi és Gróf Hunyadi Mária Gróf kisasszony voltak a keresztelési tanúk. De nagyon érdekes, hogy 1945-ben az Ürményi uradalomban keresztelik meg ezeket a gyermekeket. Mit lehet tudni Ürményről? Ürmény, mutatom itt, Nyitra és Érsekújvár között található település, amelynek a birtokosai a Hunyadi családnak a tagjai voltak, aki egy felvilágosult arisztokrata család volt, itt látható a képen az Ürményi kastélyuk, és a birtokon Ürményi József egy minta gazdaságot hozott létre, és méghozzá lovakat tenyésztett, hatalmas ménese volt, és barátságban volt Veselényi Miklósai Széchenyi Istvánnal, és Széchenyi 1828-ban a Lovakról című írását Hunyadinak ajánlotta. Maga Széchenyi is többször megfordult Ürményben, és az egyik Hunyadi grófnő pedig Nagycenkre ment férjhez, és ott is van eltemetve. Tehát egy jelentős hely volt Ürmény, amit mutat az is, hogy 1875-ben később itt kórház, irgalmas nővéreket telepítettek le a Hunyadiak, és 1820-tól zsidó imaháza is volt a településnek. Tehát, ahogy itt láthattuk a keresztelteknek az anyakönyvében, a három Frankl gyerek is tehát ennek a zsidó közösségnek volt a tagja, aminek azonban ez az imaháza mai napra már nem maradt fönn, viszont a zsidó temető az megtalálható Ürmény községben, itt mutatom a képét, és ez a zsidó imaházat még Borowski is megemlíti. A zsidó anyakönyvek azonban eltűntek, tehát nincsenek meg, hanem csak 1863-tól állnak rendelkezésre, tehát ebben nem tudjuk a Frankl gyermekeknek a születési adatait leellenőrizni, illetve megvizsgálni. Megmutatnám magát a templomot. Itt mutatom a Ürményi Szent László templomot. Szent László volt a nyitrai egyházmegyének a védőszentje, Nyitrának a védőszentje, tehát, és Nyitra vármegyéhez tartozik, tehát ebben a templomban keresztelték meg 1845. szeptember 12-én Frankl Vilmost, későbbi Fraklói Vilmost, aki a Fraklói nevet 1874-ben vette föl, és a keresztségben János nevet is megkapta. Pár szót mondanék a
szüleiről, hogy mit lehet tudni. Igen, itt mutatnám az édesanyjának az adatait. Az internet segítségével egy adatbázisban sikerült megtalálni, hát valószínűleg, hogy egyről van szó, mert eléggé stimmelnek az adatok, az ürményi zsidó temetőnek a sírköveit azt lefotózták és föltették az internetre, és ebben található egy Joanna Frankl, aki 1814. április 13-án született, és 1845. október 24-én halt meg Ürményben. Megnéztem, mert arra gyanakodtam, hogy nyilván ez a haláleset egy 31 éves nő esetében egy gyermek születésével lehetett összefüggésbe, és a 1845-ös ürményi kereszteltek anyakönyvében megtaláltam, hogy 1845. október 4-én született egy negyedik gyermeke is Frank Sándornak és Gerszmű Johannának. 1845. október 4-én Imre született, Frank Imre, és hát ezt követően 1845. október 24-én történt ez a haláleset, amiről ez a sírkő az ürvényi zsidó temetőben tanúskodik. Ennek is itt a képét mutatom. A következő, amiről szeretnék beszélni, az édesapa. A édesapja Frankói Vilmosnak Frank Sándor volt, aki a 1855-ös Tornóci házassági anyakönyv szerint, annak a bejegyzése őrizte meg, Kremzírből származott, 1855-56 évesnek hívják, így 1798 körül Kremzírben, Morvaországban született. Ugye ez érdekes párhuzamot von a korabeli egyházi személyekkel kapcsolatban, hiszen a Prohászka Ottokár, ugye ő is 1800-as években, 1858-ban Nyitrán született, közel Ürvényhez, és az ő édesapja is Morvaországból származott, ezt csak meg akartam említeni, Frank Sándor kapcsán. Ahogy itt az előbb volt szó róla, ő az első feleségét 1845-ben elveszítette, utána 10 évig özvegyen élt, és 1855. február 15-én Tornócon elvette Wittig Schlager Juliannát, aki egy érsekújvári 35 éves özvegyasszony, özvegy nő volt, és szintén egy uradalmi tisztviselőnek a lánya volt, tehát nyilván ezek az érsekújvári, ürményi, nyitrai uradalmi tisztviselők, ezek ismerték egymást, és valószínűleg így ismerkedhettek meg. Ez is nagyon érdekes, hogy Morvaországból így került az ürményi minta uradalomba Frank Sándor uradalmi orvosnak a Hunyadi család meghívására. Tehát ez is egy érdekes családtörténeti szál. Különösen érdekes, ha belegondolunk, hogy ugye az 1840-es évek, azt nem lehet tudni, hogy mikor került oda Ürménybe Frank Sándor, de a reformkornak az időszakában ugye a zsidóknak az emancipációja az felmerült, és lehet, hogy akkor került oda az uradalomba. A sajnos nem sikerült egyelőre még megtalálni, hogy ő mikor lett katolikus, vagy már katolikusnak születette, vagy csak később katolizált ő is. Ez még további kutatást sokat igényel, de a gyermekek születésénél, illetve keresztelésénél, ahogy az előbb láttuk, 1845-ben már katolikusnak tüntetik föl, illetve a későbbiekben is ezt találjuk. 1855-ben ugye megkötötte ezt a házasságot, és 10 évig élt ebbe a házasságban, és 1865-ben április 13-án pont az első feleségének a születésnapján érte a halál Érsekújváron, és ott is temették el. Tehát röviden ennyit szerettem volna elmondani a
Frakmói Vilmosnak a családjáról, amit az internetes adatbázisoknak köszönhetően sikerült kideríteni. A következő, amiről szeretnék beszélni, az egy nagyon érdekes dolog Frakmói Vilmosnak az életéből, ami hát nyilván csak érintőlegesen volt ennek a részese, de mint nagyváradi kanonok, ő is belekerült abba a sajtóperbe, ami 1901 áprilisát követően éveken keresztül tartott, aminek a kiindító oka az volt, hogy Ady Endre, aki a Szabadság című hírlapnak volt a nagyváradi hírlapnak volt az újságírója, ő egy időre átvette a nagyváradi Friss Újságnak egy rövid időre a helyettesítését. És pont ebben az időszakban írt egy cikket egy kis séta címmel, amiben hát nagyon negatívan nyilatkozott meg a nagyváradi kanonokokról. Most ebből a újság cikkből, hát egy rövid kis szösszenetből szeretnék most idézni. De nézzék meg a kanonok sort, és gondolkozzanak. Az előkelő, feszengő, jómódról való paloták redőnyei le vannak bocsátva. Lakosai a legmihasznább, legingyen élőbb emberek. Aki dolgozik közülük, az nincs is itt. Bulakka például dolgozik. De hogy? Felekezeti harcot, forradalmat szív a kálvinista Rómában. Az a nagyváradi hájú, kövér pap, aki csupa erő és vér és fanatizmus, többet árt a magyar társadalomnak s a magyarságnak, mint 90 szocialista agitátor s 1000 kétfejű sas. A többi is egytől egyig, mert haszontalanul vonják el 1000 és 1000 éhezőtől a kenyeret. Röviden ez a kanonok sor. Sétáljanak aztán el bármely külvárosi részre, de erősítsék meg a szívüket, mert nyomort, bűnt és piszkot látnak. Meglátják, hogy mennyi nyomort lehetne enyhíteni, és mennyi könnyet letörölni a kanonokok pénzével. Ha ezt meglátják és átgondolják, eredményes volt a vasárnapi séta. Na, ez a cikk aztán elég nagy vihart kavart, és hát természetesen igaztalan vádakat is fogalmazott meg a kanonokokkal szemben, hiszen pont 1901-ben januárban volt kint Frakmói Vilmos a Lateráni Bazilikában az emléktáblát elhelyezni Szilveszter pápa emlékére, és 1901-ben jelenik meg a Magyarország és a Szentszék kapcsolatait feldolgozó három kötetes nagy monográfiája Fraknóinak, és emellett ugye más történész tagja is voltak ekkor a nagyváradi káptalannak, és sok olyan kanonok, aki nagyon sokat tett a környéknek a szociális problémáival szemben. Hamarosan, itt mutatom a következő képet, Winkler József nagyprépost Frankó Endre ügyvéden keresztül becsületsértés vágyával bűnvádi panaszt tett a nagyváradi főügyészsége, és ennek a panasznak az iratai, azok meg is maradtak Nagyváradon, valahogyan az ügyészségnek az irattárából kikerült, és ma a Nagyváradi Ady Múzeumnak a gyűjteményében őrzik, amit itt lehet látni a képen. Itt van Ady Endre szobra, és mögötte pedig az Ady Múzeum, ahol ennek a sajtópernek az anyagait őrzik. Található tehát meg ez a feljelentés, amit mindegyik kanonoknak alá kellett írni, és ezek között ugye szerepel Frakmói Vilmos, mint krasznai főesperes és választott püspök, illetve Bunitai Vince mester kanonok, és még rajtuk kívül csak nem 16 kanonok. Érdemes megjegyezni, hogy fölmerült a kérdés, hogy valóban aláírta-e ezt mindegyik kanonok. A különböző publikációk egyértelműen állítják, hogy mindegyiküknek külön nyilatkozatban alá kellett írni ezt a feljelentést, és vita volt arról, vagy hát pontosabban nem lehet tudni, hogy Frakmói Vilmos is ott
tehát nagyváradon volt-e ekkor, mert a korabeli sajtó azt írta, hogy Rómában tartózkodik, és így nincs módja aláírni ezt a feljelentő iratot, de a különböző publikációk szerint az Adi Múzeumban lévő iratok között mindegyik kanonoknak az aláírásával megtalálható, tehát így valószínűleg Fraklói Vilmosnak a nyilatkozata is megvan ezek között a dokumentumok között, hát ezt majd ellenőrizni lenne szükséges a majd Nagyváradon, illetve hát érdekes lenne nyilván a nagyváradi káptalannak az irattárát is ezzel kapcsolatosan megvizsgálni, hogy mi maradt fenn ezzel kapcsolatosan. Ez a magyar irodalom történet, illetve a magyar sajtótörténet kiemelt eseménye, rengeteg publikáció jelent meg róla, ami a legrészletesebben foglalkozik vele, akit mutatom, Adi Endre, nagyváradi sajtóperei börtönnapjai, Péter I. Zoltán és Tóth Jánosnak a munkája, illetve Raffai Ernő foglalkozott több kötetben is Adi Endre és a szabadkönyvesség témájával, és ő ezekben a publikációiban részletesen összegyűjtötte és vizsgálta Adi Endrének a publicisztikai írásait, és ezzel a sajtóperrel is részletesen foglalkozott, és ő is hivatkozott ezekre az Adi Múzeumban lévő dokumentumokra. Szóval nagyon érdekes polémiának lehettek ott 1901-ben tanulni, és ugye kétfajta világlátás találkozott itt egymással, tehát ugye a progresszív liberalizmus és az ultramontán római egyházi szemléletnek a találkozása volt. Ugye az egyház és a kanonokok ekkor a 1870-es első vatikáni zsinat utáni ultramontán időszaknak a egyházképét képviselték, és hát nagyon erőteljes harc volt a katolikus sajtóban is a szabad könyvességgel szemben, és a 24 éves Adi Endre, aki ekkor 1924 éves volt, mint fiatal újságíró, belevetette magát ebbe a sajtó harcba, ami ekkoriban folyt a legkülönbözőbb fórumokon, tehát minden nagyobb ügyeszékhelyen a katolikus és a liberális sajtó között hatalmas sajtó polémiák voltak, és ebbe csatlakozott be ez a nagyváradi eset is. Nagyon érdekes ebből a feljelentésből. A közleményben kétségtelenül jelentkező izgatás bűncselekményére reflektálni nem kívánunk, mert nem nézetünk szerint az osztály vagy tulajdon elleni izgatás bűncselekménye miatt mi eljárásnak jelentősége csak akkor van, ha az a várhatóság kezdeményezéséből indul meg. De anélkül, hogy az inkriminált cikk meggyalázó kifejezéseinek cáfolatába bocsátkozni akarnánk, amire úgy érezzük szükségünk nem lehet, a fentebb ismertetett cikk írója ellen, vagy amennyiben a névtelenül megjelent cikk írója vizsgálat során nem volna kiderítető, a kérdéses hírlap példány élén a szerkesztésért ideiglenesen felelős kiadó tulajdonos Boros Jenő nagyváradi lakos ellen vádat emelünk, az ellenünk a büntető törvénykönyv 259. paragrafusa által megjelölt módon. Méltóságos királyi főügyész úr, ezen vádindítványunk megtételére tisztán az vezetett bennünket, hogy a bíróságnak mely csak magánvádra üldözhet hasonló bűncselekmény, alkalom adassék arra, hogy tisztességes emberek becsülete ellen intézett alaptalan, piszkos támadások kellő megtorlásban részesüljenek. És tisztelettel vagyunk Winkler József nagyprépost, választópüspök, Lajnai János olvasókanonok, pápai prelátus, Széchenyi Jenő éneklőkanonok, Schiffer Ede őrkanonok, Raddai Farkas, székesegyházi főesperes, Andrássy János békési főesperes, dr. Fraklói Vilmos, krasznai főesperes, dr. Olapka Nándor, választópüspök, dr. Belokotocki Kálmán, mesterkanonok, Palotai László, mesterkanonok, Bunitai Rinte, mesterkanonok, dr. Bognár István, mesterkanonok, Petser Antal, ugye későbbi püspök lett, mesterkanonok, Kucsocki Lajos, mesterkanonok, Rócz Béla, mesterkanonok,
és dr. Steinberger Ferenc mesterkanonokok neve szerepelt ebben. Ezt szerettem volna még kiemelni az évforduló kapcsán és a nagyváradi látogatásunk előzményeként, és végezetül pedig az előadásban Praklói Vilmos halálával kapcsolatosan szeretnék egy-két dolgot megemlíteni. A trianoni békediktátum következtében, ahogy említettem, 1900-tól ugye ő birtokolta a szentjobbi apátságnak a javadalmai, illetve a nagyváradi kanonoksága utáni javadalmakat és jövedelmeket. Ezeknek a folyósítása, illetve a szentjobbi apátsági javadalmaknak a kérdése az 1918 után és 20 után bizonytalanná vált, és ezeknek a javadalmaknak, illetve uradalmaknak az igazgatása egyre terhesebb volt számára. Ez nem csak a politikai helyzet, illetve a határok változása miatt volt így, hanem életkorából fakadóan is, hiszen ekkor már a 70-es éveinek a második felében járt, 1920-ban, és nagy nehézséget okozott neki ezeket megfelelően kormányozni. Az Országos Széchenyi Könyvtárban lévő hagyatékában számos olyan levelezés található meg, ami a szentjobbi apátságnak a kormányzásához birtokaival kapcsolatos ügyeket tartalmazza, és az ottani problémáknak a kezelését is igyekezett kézben tartani, nyilván nem volt ez egyszerű feladat. Azonban a javadalmainak a folyósítása és az azokhoz való hozzáférés 1920 után nehézségekre ütközött, és a vagyoni helyzete, illetve az egészségügyi állapota is egyre romlott. A sajtó részletesen beszámolt Praklóinak az állapotáról, a legkülönbözőbb lapok mindenféle politikai betület nélkül beszámoltak erről a történetről, hiszen egy nagyon elismert történész, közismert személyiség volt, számos könyve jelent meg, és ezért sokan ismerték, az akadémiának tagja, Szent István Akadémia tagja volt, ezért nagy figyelmet keltett az ő sorsa, hogy hogyan alakul. A 24-es sajtóhírekből lehet jobbára rekonstruálni azt, hogy hogyan is alakult 20 után a sorsa. Azt lehet tudni, hogy 1923-ig Bécsben tartózkodott, és ott onnan aztán 1923 tavaszán Budapestre költözött. Ugye ekkor 80 éves Praklói Vilmos, és az ellátását próbálták megszervezni, ami nem nagyon volt sikeres. Lakott egy ideig a Gellért szállóban, majd egy Kuzbik nevezetű klinikán, aztán rövid ideig a piaristáknál, majd pedig a Vörös Keresztnek a kórházában tartózkodott, és itt próbálta kezeltetni magát. Azonban a helyzete és a pénzügyi viszonyai egyre válságosabbá kerültek, és itt 1924. október 14-én a Pesti Naplónak a cikkéből értesülünk arról, hogy gondnokság alá szerették volna helyezni, hogy a pénzügyeit és a ápolását megszervezni tudják. Az angol-osztrák bank vezérigazgatója járt el az ügyébe egy Kerstranek nevezetű igazgató, Wilhelm Kerstranek, aki a nagyváradi káptalannal levelezett azzal kapcsolatosan, hogy mi legyen az eljárás, hiszen a számlái és a különböző kiadásai azok egyre inkább adósították el. A pénzeknek a utalásával kapcsolatosan kiderítették, hogy az a pénz, ami befolyt, azt Budapestre utalták, és onnan nem érkezett meg Bécsbe, ezért nem tudta az angol-osztrák bank Bécsben kiegyenlíteni a számlákat, azonban egyértelműen azon voltak, hogy megoldják
ennek az idős aggastyának, Frakói Vilmosnak az elhelyezését. Az akadémiával is felvették a kapcsolatot, akinél Frakói Vilmos azt kérte, hogy az Arany János utca egyben lévő bérházban található 4. emeleti MTA lakásban helyezzék el, és így gondoskodjon róla az akadémia. Azonban ezt nem találták megfelelőnek a családtagok. Egyrészt a 4. emeleti elhelyezés, másrészt pedig az ápolásnak a megoldása miatt. Ezért ők egy zárt intézetben szerették volna elhelyezni Frakói Vilmost, azonban ennek a megfelelő helyét nem sikerült megtalálni. A bécsi bankárnak a tiszteletének a jele volt, hogy amikor ez a húzavona zajlott, akkor felajánlották, hogy Bécsbe próbálják elhelyezni Fraknóit az utolsó időszakára. Azonban erre nem került sor, mert 1924. november 20-án aztán a Vöröskereszt kórházában hunyt el, amit úgy lokalizáltak a sajtóban, hogy a Győri úton található Vöröskereszt kórházban ezt sikerült azonosítanom. Azonban nagyon rossz állapota volt, gyakorlatilag a sajtó napi szinten beszámolta az állapotáról, az újságírók mentek ki, és részletesen beszámoltak arról, hogy hogyan hanyatlik Frakóinak az állapota. Főként a Pesti Naplónak a munkatársai látogatták, de maga Prohászka Ottokár is ellátogatott a beteg ágyához, és próbáltak minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy méltó módon és méltó helyet találjanak neki. Azonban erre végül aztán nem került sor, és 1924. november 20-án elhunyt Frakói Vilmos. Itt a Magyar Tudományos Akadémiának a hivatalos gyászjelentését tettem ki a PPT-re, tehát itt lehet látni a gyászjelentést. Emellett még maga a Szent István Akadémia is, aki ugye általános örököse lett Frakói Vilmosnak, Szent István Akadémia is kiadott egy gyászjelentést vele kapcsolatosan. Az örököse a végrendeleti körül is rengeteg probléma volt, és a sajtó részletesen beszámolt, és leírták, hogy a különböző kézirataik, könyvhagyatékát, tudományos kutatási jegyzeteit mely intézményekre hagyja, ugye a Nemzeti Múzeumra, a Magyar Tudományos Akadémiára és a Szent István Akadémiára is hagyott, és a pénzvagyonának a jelentős része a Szent István Akadémiának a vagyonát gyarapította. Le is írta, hogy ő nagyon fontosnak tartja a Szent István Akadémiának a tevékenységét és a katolikus tudományosságnak a támogatását, és erre megfelelő összeget is szánt a végrendeletében. Azonban ugye időskora és a világ viszonyok között az aláírásokkal és a hitelesítésekkel kapcsolatosan problémák voltak, így a végrendeletnek a hitelességét megkérdőjelezték, és hosszú húzavona származott belőle, hogy hát aztán megfelelően végre lehessen hajtani ezt a végrendeletet. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani itt az évforduló kapcsán. Ezt a három témát szerettem volna felvillantani, tehát a származását, családi viszonyait, a keresztelését, akkor ez az 1901-es sajtópert, amit Ady Endrével szemben a nagyváradi káptalan folytatott, illetve az 1924-es halálát és a halála előtti méltatlan körülményeit. Érdemes lenne folytatni a kutatásokat vele kapcsolatosan, különösen a Nagyváradon
az egyházi levéltár, püspöki, illetve káptali levéltárban található forrásokkal kapcsolatosan. Az irathagyatékát azt jobbára föltárták, tehát ugye tanár úrnak a könyvébe is részletesen le van írva, hogy a vatikáni kutatásokkal kapcsolatos dolgai, azok hol találhatók, iratmásolatok, kutatási jegyzetek. Azonban az egyéb levelezése és az egyházi pályájával kapcsolatos dokumentáció az jelenleg elég hiányos. Az országos Széchenyi könyvtárban lévő hagyatékában van némi levelezés, illetve pár csomó irat az 1900-as évek elejéről, de ezek is nagyon töredékesek és hiányosak, tehát nagy kérdés, hogy hol lehetnek, vagy valószínűleg megsemmisülhettek a hagyatékának az egyéb részei, viszont fontos dokumentumok lehetnek valószínűleg Nagyváradon is, illetve más hagyatékokban. Nyilván hatalmas levelezést folytatott Frakói Vilmos, és a különböző egyházi, illetve tudományos hagyatékokban található levelek különösen érdekesek lehetnek. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában is a kéziratárban elég jól föl van dolgozva, hát ott, amit feldolgoztak, abból össze lehet gyűjteni a leveleit, illetve az Országos Széchenyi Könyvtárban is egy-két levél elmaradt más hagyatékokban, amit szóta lehet jutni. Tehát én röviden ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük Balázsnak. Hallgattuk volna még, de az idő rövid. Nagyon izgalmas a 19. század. Ha koraújkor és a középkor nem lenne még izgalmasabb, akkor ezzel a korszakkal foglalkoznánk, de majd tanítványoknak egyre inkább ajánljuk. Rengeteg jó szempont jött föl. Végén kezdeném, utána megadnám a szót, csak itt még mielőtt ellen felejtem, készítettem pár jegyzetet is. Így van, tehát ugye tudjuk, és itt van velünk Sés Terézia, hogy a Rómer levelezése meg fog jelenni. Ez a fraknói kutatócsoportnak egy szép projektje lesz majd az évek során, hogy a fraknói leveleket összegyűjteni, vagy levelezést is publikálni. Ugye az Ipolyihoz írt van most Viktornak a látókörébe. Én most a tervezett kötetbe, mert a nagyváradi konferencia anyagát az egy-két közleménnyel kiegészítjük, Simorhoz írt leveleit fogom publikálni. Nagyon-nagyon érdekes. Azt szeretném kérdezni Balázstól, hogy a váradi előadásodban ezek nem lesznek benne. Nem. Tehát én főként vagy részben megemlítem, hogy nem. Igazából én ugye a 24-esre meg a 20-as, tehát a Trianon utáni időszakra. Jó, mert azt szeretném kérni, hogy az elsőből, első részből, meg ebből egy rövid közleményt a tanulmánykötet számára. Vagy esetleg a halál körülményt, az esetleg a Viktorral. Ugye gondoljátok át, mert ő is foglalkozik. Tehát, hogy ilyen közleményeknek igenis több helye lesz majd. Úgy lesz, hogyha egy tanulmánykötetben több szerző van, akkor szépen elosztjuk külön-külön fejezetekbe, és akkor az úgy elegáns is lesz. Pár Berzevici a hosszas nekrológiában Forster kikutatta magát azt, hogy mikor keresztelték, és kik voltak a keresztszülők. Tehát ott azt megemlíti. Később ez a Hunyadi grófnő, ez Aldobrandini Borghese hercegnére. Csak így mondom, azt majd érdemes lesz behivatkozni, de a többi az nagyon-nagyon érdekes. Érdekes, talán lehet, hogy el is mehetünk Űrmény, nincs messze, Nyitra, innen Budaörstől két óra autóval, és készíthetünk majd nyáron egy-két fényképet, ami jobb minőségű. Frank Johannát írtál. Az csak elírás, hogy ő tényleg Frank, és nem Frankl, a Gerszöl. Frankl, akkor lehet, hogy elírta. Jó, csak igen. Ugye az anyakönyvben ott a Gerszöl Johanna szerepel. Igen, csak a Frankl, mert ugye ez szerepel a sírkövön. Igen. Ott Johanna Frankl van, nyilván a férje után. Azért feltételesen mondtam azt, hogy igen, ugye, már is valóban megegyezik-e az a két, de nagyon valószínű. Igen,
Igen. Ugye, hogy az édesapja 1865-ben halt meg, akkor az egy legenda, hogy ő 1874-ben változtatta nevét Fraknóira, hogy apja halála után, mert hogy apja életében ezt nem merte megtenni. Ezt én nekrológban olvastam. Tehát akkor ez nem igaz. Ezek szerint, hogyha az apja már 65-ben meghalt. Igen. Ez egy fontos, erre érdemes. Érdemes lesz majd átolvasnod a nekrológokat, hogy Gábor megjelentette a bibliográfiát nagy munkával, ez is része volt a Fraknói kutatócsoport centenáriumi készülődésének. Ott van a végén egy szép gyűjtés, nagyon sok online is hozzá férhető. Nekrológok emlékszik szintén, hogy Fraknói, tehát ő még zsidó vallásban született. Tehát ezt írják, hogy ő így, vagy a korabeli szóhasználattal, hogy Hébernek született. Tehát valószínűleg volt, tehát akkor annak a cirkumcízió és minden megvolt, és ugye szerintem az apjának a katolizálása az nem sokkal a keresztelés előtt lehetett. Ugye katolizál az apa, és megkereszteli a gyerekeit. Ez így logikus, de érdemes ezen szinte a nekrológokat végigolvasni, és kicsit morfondírozni. Lehet, hogy tévednek a nekrológok, de nagyjából úgy gondolom, hogy ha katolizál az apa, mert nem megkatolizált, az biztos, akkor nem húzza sokáig a gyerekek keresztelését, ugye, hanem ez egy ilyen tulajdonképpen belátható és rövid időn belül. Most azt kérdezem, hogy ha Érsekújváron temették-e az ősírjáról, vagy érsekújvári zsidó temető, ez már nem biztos, mert az már katolikus temető, ugye? Tehát, hogy érdekel. Igen. Hát ugye az a baj, hogy itt kimásoltam az érsekújvári halotti anyakönyvnek a bejegyzését, itt mutatom is, nem tudom, mennyire látszik itt az alsó. Itt ugye azt írják, hogy április 15-én hát valószínűleg temették el, és Babkán, ugye az most mit jelent, ennek nem jártam utána. Hogy jó, lehet, a kis közleményben mindenképpen, és akkor igen, nyilván bizonyos részeket majd a november 20-i ebből az előadásból emlékülésem majd a záró eseményen érdemes. Tehát kiválik, hogy gyászjelentés és ezeket. Most kicsit a Nagyváradihoz, és rövidre is fogom magam, hogy még hagyjak időt nektek a hozzászólásra. Hát hogy a magyar középklérus és felső klérus mennyire ultramontán, hát valamennyire felsorakozhat ugye a idővel a pápai tévetetetlenség mellett. Azt tudjuk, hogy a magyar püspökök annyira nem rajongtak a megszavazásért az első vatikáni zsinaton, de hát ugye ez inkább azért kicsit ilyen posztjozefinista államegyházi létben vannak, ezt azért ne tagadjuk, ugye Prohászka ennek a legnagyobb ostorozója, többek között kicsit Fraknói is, majd fogok erről beszélni. Hát ugye amikor aztán jön ide pápai nuncius, ezt Gárdonyi Máté kutatásaiból tudjuk azért az, hogy tényleg a római egyházfegyelemhez és disziplinához igazítsa a magyar ugye közép- és felsőpapságot, azért az egy elég nehéz vállalkozás volt. Tehát, hogy hát részben ultramontán, de hát inkább, ugye, inkább azért ez a nagy javadalmas posztjozefinista mentalitás azért az ott van. Tehát hogy nem mondanám tisztán ultramontának a magyar klérus, de csak egy zárói közép- és felső klérus. Zárójeles megjegyzés, ami adódik viszont, hogy valószínűleg élnek még családtagja és oldalági leszármazottai Fraknóinak. Érdemes lenne ezen a vonalon tovább menni és meghívni őket a november 20-i emlékülése. Balázs, mit gondolsz? Ha sikerül ilyet találni, akkor bizonyára. Feltétlenül. Na, és akkor még két dolog, hogy Ressz Imre mondta állítólag, és már üldözünk, hogy írjon erről, hogy ugye Fraknói, ugye kommun után, tehát ő úgy van Bécsben, hogy közben Melki Kolostorban is lakik. Ugye, tehát ugye akkor 19 februárban még Pesten van, azt tudom, hogy utána Bécsben és a Melki Kolostorban, és hát még osztrák állampolgárságért is folyamat. Ezt most ki akarjuk deríteni, egy szintén lenne a tanulmánykötetben egy rövid közlemény, és én nekrológban úgy olvastam, hogy vastagbélrákban halt meg egyébként, tehát ez a betegség, tehát ez az egész időszak már egy hosszas haldoklási leépülési időszak volt, amiről beszéltél. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas volt, egyre izgalmasabb a fraknói életrajz, mindig is az volt. Én főleg a vatikáni kutatástörténet kapcsán láttam rá, most jó egy kicsit ezeket tágítani, és tényleg a saját történészi attitűdünk is teljesen más, ugye, hogyha látjuk, hogy a
előlünk is, és nézünk, mit és hogyan tett. Jó, más valaki? Én kiszállok a hangból. Fölmerült a Fraknoinak a névváltoztatása. Most az nem világos nekem, hogy itt még akkor van egy kérdés, hogy pontosan mikor volt? Én nekem azt olvastam, hogy 74-ben változtatott, az biztos, azt látom a leveleiből is. Ja, igen, nem csak annyi, hogy a belügyminisztériumi levéltárban ott vannak a névváltoztatási iratok, meg a Macsen honlapján még az iktatószám is, hogyha esetleg kell, azt elő tudjuk venni, hogyha erre szükség van. Zsófi, egy kis közlemény szintén lehet, ugye? Köszönöm, ennyire nem ez egy darab irat, legalább legyen. Hozzást, aki jelzem. Nagyon jó. Már is akkor. Kíváncsian várjuk. Ugye, még egy dolog jutott eszembe, ugye itt mert zsidó gyerekeknek a kereszteléséről van szó, és ugye ez akkor volt lehetséges, hogyha az apa kérte, és a gyerekek nem töltötték be a 7. életévüket. De most erről ugye minden esetben kellett a püspöki szentszéktől engedélyt kérni, és hát gondolom Nyitrán, vagy nem tudom, hol lehetne ezzel, mert gondolom az Ürményi plébániának az iratai ebből az időszakból nincsenek meg. Kérdés az, hogy a püspöki szentszéknek az iratanyaga Nyitrán megvan-e, vagy hát de azt mondod, hogy ez ügyben írtak-e, tehát ez például ez is még egy irány lehet, hogy... Azt mondtad, hogy esztergomi főegyház megye Ürmény. Hát szerintem azt akkor rosszul mondtam. Hát Nyitra mellett gondolom az nyitrai egyház. Nem feltétlen, hát van a főegyház megyének nyitrai főesperessége. Érsekújvár is esztergomi főegyház. Hát akkor nézz utána. Ezt utána nézek. Megedős úr tehet egy szívességet akkor nekünk. Jó. Megint. Szokott többé-kevésbé. Bocsánat, nem, biztos, hogy esztergomi egyházmegye, mert az Ürményi anyakönyvben ugye nem találtam meg a papnak, a plébánosnak a nevét, és a Németi Alajosnak a Series Parochorum című művében az Ürménynél találtam meg a papnak a nevét. Akkor ennek már is utána lehet menni rá. Hát akkor esztergomba van tényleg. Én mire jó egy ilyen diskurzus? Fedeles Tamás, parancsolj! Csak kérdezem, hogy belefutottatok olyanba, hogy Fraknoit, hogy nevezték bizalmas barátai háta mögött? Jó volt a Bece neve? Péter, én tőled kérdezem, aki átnyálasztal egy csomó lelet már. Lehet, hogy hallottam, de most én nem mondom meg. Megmondom, ha mondod őszintén, hogy hallottam, vagy nem. Most futottam bele hétvégén az OSK-ba. Knófi. Nem. Aha. Knófi bácsi, ez volt a? De az mit jelent? Aha. Knófi, zárójel, FR, hát Fraknoiról van szó, elmentek egy fogadásra a Fehér Patak, vagy nem tudom, kik voltak ott, csak a bizalmas neve. Ilyen kis apróságok előjönnek, nem hoz, nem szoroz. Uh-huh. Mert hogy a Várdi püspökség várományosa volt, ezt hír lett Bécsbe egyszer. Pécsért komolyan szóva, majd erre visszatérhetünk műhely előadás után, mert hogy szoros az időnk, Robi, ugye mennyi van még? Hány perc? 2-3 perc. 2-3 perc, úgyhogy erre majd a püspökségre térünk vissza, az érdekes. Esetleg valaki másnak így a többi hallgatóságból, aki nem marad itt az értekezletünkön hozzászólása. A püspökségét azt nagyon körbe kéne járni szintén így az évforduló kapcsán. Esetleg... Jó, akkor csak hogy ne szakadjon meg zárás nélkül, akkor nagyon szépen köszönöm Balázsnak, nagyon érdekes volt, nagyon méltó Nyitány. Nem sajnáljuk, hogy ilyen kevesen voltunk, mert a Senior Pars itt van, majd online Robi publikálja és mindenki visszahallgathatja, akit érdekel, illetve majd november 20-i ülésen itt fölmerült szempontokat majd még tovább fogjuk gondolni és értékelni. Nagyon szépen köszönöm Balázsnak ezt a centenárium indító előadását, és mindenkinek a részvételt. Én is küldenék ilyen tapsolójel, de hirtelen nem találom, csak jelentkezni tudnék, az pedig fölösleges. Úgyhogy így elköszönünk, véget ért az előadás, műhely előadás és kilépés után az értekezlettel folytatnánk nagyjából hasonló körben. Köszönöm szépen, sziasztok!